Huszár generációk találkozója, jókedvű emlékezés, hagyományőrzés, motoros rendőrök, rendőrkutyák és vívás. A megszokott programokkal készülnek a 17. Huszár találkozóra Nyíregyházán. Az elsőt 1991-ben a pápa látogatás másnapján szervezték meg, azóta két évente megrendezik. Az idei eseményre egy ünnepi könyv is elkészült, amely a nyíregyházi huszár találkozók 30 évét mutatja be. Nem is a szöveg benne a fontos, mert leírjuk azt, hogy mi történt, hanem az a rengeteg kép. A több száz fotó felidézi az elmúlt 30 év hangulatát. Milyen volt, amikor 500 huszár és hozzátartozóik zárták le Nyíregyháza belvárosát. A nap során a múzeumfaluba érkezik a Gidrán is, amely egy modern harcjármű, a Magyar Honvédség egyik legújabb páncélozott járműve. De más különlegesség is várja az érdeklődőket. Meglepetésként, elmondom azért, megpróbáljuk egy hagyományos huszárrohamot lejátszani. Most kint voltam a Sorsi Múzeumfaluban, találtunk, remélem, hogy sikerül, találtunk egy olyan hosszú távot, ahol valóban rohamszerűen, tehát nem csak úgy üget, meg egy kicsit vágtában vagy ló, hanem végigengedjük egy olyan 500 méteren, hogy milyen hatása van annak, mikor mint 50-60 ló patája alatt dobog a föld, hogy a huszár kivont karddal ül a lován, nem tudom milyen lesz, remélem, hogy sikerülni fog, és remélem azt, hogy aki kijön oda szombat délután Sorsi Múzeumfaluban, valóban lát egy fergeteges huszárrohamot. A huszár hagyományok lassan feledésbe merülnek, ezt próbálják megállítani, vagy legalább lassítani a rendezvényre érkező napkori, ózdi, isaszegi, fehérvári, borsodi és kisvárdai huszár leszármazottak. A rendezvény célja ugyanis nem csak a megemlékezés, hanem a hagyományápolás is. Önmagában az, hogy megmutatjuk, az kevés, az csak egy ilyen, mint egy múzeum pedagógiai, valami statikus dolog maradna. Azonban a megélt hagyomány, az élhető hagyomány, az viszi tovább azt a szellemet, amit mi huszár szellemnek hívunk, és úgy érezzük, hogy ezzel tudunk a fiatalok felé is üzenni a hazaszeretet és az önfeláldozás eszméjének a megismerését illetően. A program augusztus 14-én 11 órakor az Országzászló téren kezdődik az ünnepélyes megnyitóval, majd a díszmenet a Sóstói Múzeumfaluhoz megy, ahova 15 órától várják az érdeklődőket.